estét mindenkinek! A Józanész Társaság rendezvényén vagyunk, nagyon sokan, ahogy végignézek az arcokon, sok ismerős van, akiknek már nem kell bemutatni a Józanész Társaságot. 2010-ben alakult a Józanész Társaság, és arra szövetkeztünk így néhányan, hogy modernül, szabadon gondolkodó embereket hívunk, előadókat, akik segítenek több irányból megvilágítani azt, amit látnunk kell. Sok nagyszerű vendégünk volt már, kezdve Heller Ágnestől, kezdve Felge Zsuzsáig, vagy akár új értelenkit mondja, Cejzel Endréig, igen, tehát elég sokan voltak már, és most az a megtiszteltetés ért bennünket, hogy Iványi Gábor is elfogadta a meghívásunkat. Iványi Gábort gondolom senkinek nem kell bemutatni, így csak éppen felvillantásként néhány dolgot. Mi mindenben is vettő már részt, ugye a Magyarországi Evangéliumi Testvérközösségnek az alapítója, de ő alapította például a Beszélőt is, vagy a SETA alapításában is részt vett. Ugyanakkor az egyházi vonalon is, például a Nyitott Ajtó és az Élet és Világosság című lapokat is, lapoknak az alapításában is részt vett. Mindenkinek is, nekem a megtiszteltetés, hogy itt lehetek. Jártam már a városban is, nagyon sok kedves embert ismerek már a jelenlévők közül is. És azért nehéz egy kicsit elkezdeni azt, amit mondani szeretnék, mert a Józanész Társaság meghívására kell nekem a hitvilágában mozgó egyházi kérdésekről beszélni, vagy bárha ott mozognának. De hadd kezdjem azzal, hogy az részt is a Jóisten teremtette, csak megfelelő helyen helyezte el az emberben, és például jobb és bal féltekét alkototta a fejben, és ezt néha-néha elfelejtjük, hogy mindig csak az egyik féltekénket akarjuk használni ebben a megkeveredett világunkban, olyanok vagyunk, mint a ketté szelte volna valaki az embernek a fejét, és lenne egy jobb és egy bal féltekéje külön. Másrészt azért nehéz az egyházi kérdésről beszélni, mert az egyházak szerepe megváltozott ebben a mai világban, és ezt az egyházaknak egy része vagy egyes nemzeti egyházak észrevették, mások nem akarják észrevenni. Egy nagyon nagyszerű német teológus, aki részt vett a Hitler elleni összeesküvésben, és április 9-én, a háború legvégén Hitler személyes akaratának megfelelően kivégezték, Dietrich Bonhoeffer az ő neve. Most fogunk majd április 9-én a Veszprémi Főiskolán egy kis mellszobrot elhelyezni az ő emlékére. Tőle származik az a gondolat, hogy a világ nagykorú lett, és mi egyházak ezt nem vettük. Én tetszenek nézni, hogy a pápa miket mond, ami kicsit kiveri a biztosítékot még a híveink között is. Legutóbb talán valami olyasmi szaladt ki a száján, hogy nem az a jó katolikus, aki szaporodik, mint a Gyula. Hát ilyet egy pápától nem hallottak. Aztán, amikor arról kezdett beszélni, hogy a világ teremtésével kapcsolatos elképzelések a tudományos állásponttól nem állnak olyan messze, akkor itt hányták magukra a keresztet a hitből, és füstölők mozgatták irányába, pedig hát arra jött ő maga is rá, gondolom én, hogy a világnak arra van szüksége, hogy valaki kioktassa